Nagy szeretettel köszöntöm a Tribünnek a hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és ezúttal Németh Nándor, olimpikon, profi úszó sportoló a mai vendégem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én is üdvözlök mindenkit, és nagyon szívesen jöttem. Mielőtt még a vizes világbajnokságról beszélgetnénk, kicsit utazzunk vissza az időbe, és mikor szeretted meg gyerekként az úszás, vagy volt más sport is, ami érdekelt, vagy esetleg más terület, hogyan kezdődött ez a történet? Hát nekem van egy nővérem, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy én elkezdjek úszni, de azért, mint szerintem sok fiúgyerek mellette a focit is űzte, és tehát én úsztam és fociztam egyszerre. Volt, hogy az úszóedzésről futottunk a focira, és ugyanígy fordítva, szóval mellette gitároztam is, úgyhogy nagyon sok mindent csináltam, kipróbáltam még a kosárlabdát, de annak hamar vége lett. Úgyhogy inkább ez a foci úszás ment, és ugye 6 éves voltam, amikor úszni kezdtem, és ugye egy idő után meg már mondták a szüleim, hogy ezt nem lehet csinálni, ezt a kettőt plusz a gitárt, mert tényleg ez, tehát még kiskorban ugye lehetett ezt csinálni, de ahogy nővök, ugye ez sajnos valamelyiket választanom kell, és ilyen 10 évesen körülbelül eldöntöttem, hogy akkor az úszásnál maradok. Úgyhogy hát azért, mert egy egyéni sportág, én ott igazából nem kell másra hagyatkozzak, ugye. És ez jobban bejött neked, hogy csak saját magadra kell figyelned, csak a saját ritmusodra kell koncentrálnod, az edződdel kell jobban kijönnöd meg pár személlyel, és mondjuk akár a labdarúgásban ott azért az egy csapatjáték, sokkal több változó is van. Igen. Jobban bejött ez egyéni sportág, meg a monotonitás? Hát igen, a monotonitás az ilyen, ez egy olyan sportág szerintem, amit vagy szeretsz, és akkor teljesen tehát szeretetből csinálod, vagy nem csinálod. Tehát így köztes nagyon nincsen, mert tényleg a legmonotonabb sportág szerintem az egész világon. Úgyhogy igen, meg az volt a fejemben, hogy tényleg, amit én megcsinálok edzésen, és tudom, hogy megcsinálom, akkor tudom, hogy a versenyen jól fog sikerülni, és nem az van, hogy rá kell hagyatkozzak másik 10 emberre adott esetben. Ugye itt nyilván kivételek a váltók, de azért az úszás az egy egyéni sportág, és tényleg ott rajtad múlik úgymond minden, nyilván, hogyha elvégezted a megfelelő edzést. És 10 évesen el is engedted a gitárt és a labdarúgás, vagy picit hobbi szinten megmaradt, vagy már 10 évesen annyira elkezdődött a maga a versenysport, annyi energiát kellett beleölnöd, hogy egyszerűen akkor már nem volt idő másra, csak akkor az úszásra kellett koncentrálni. Ugye én úgy jártam gitározni, hogy zeneiskolába is jártam. Tehát az volt a bajom ezzel, hogy nem tudtam úgy gitározni, hogy ne járjak közben szolfézsre, azt hiszem ez volt a, már nem nagyon emlékszem. Tehát nekem azt nagyon nem szerettem, hiszen gitározni nagyon szerettem. És megpróbáltunk egy külön tanárt keresni a gitárra. Ez így elkezdődött, és valahol ott a közepe fele be is fejeződött, és én is mondtam, hogy akkor nem. Hát alapból ugye az azért külön, tehát pénzügyileg is több volt, mint egy szolfézs, mert ugye ott egyben van az egész a zeneiskolába. Úgy van, hogy ugye kiválaszthatsz egy, azt hiszem, egy hangszert, és akkor azon játszol. Úgyhogy annak hamar vége lett annak a karriernek. De ugye az úszás az megmaradt, és én is siófoki vagyok, és siófokon egy 2 pályás 25-esbe úsztam, ami ki nem jelentették, hogy be fog zárni, úgyhogy már mint egy kis időre, vagyis hát bizonytalan időre zár be, úgyhogy nem, tehát nem lehetett így tétlennek maradni, mert hogyha eldöntöttük, hogyha én ezt szeretném folytatni, akkor valahol máshol kell ugye folytatnom, és igazából onnantól kezdve én Plaganyi Zsolttal vagyok, tehát 13 éves korom óta nála úszom. Egyébként nagyon érdekes ez a zenei vonal, mert én is ilyen zenés családba születtem bele, és én fociztam mindig is, meg azt szerettem nagyon, és emlékszem, hogy nekem is kellett szolfézsre járnom, pedig engem annyira nem vonzott a zene, én is így gitározgattam kiskorba, de hát a szüleim szerették volna, és hát volt is ilyen, hogy mindig szolfézsre kellett menni edzés helyett, és akkor hát emlékszem, hogy volt egy ilyen évvégi, vagy záróvizsga, és akkor azután döntötték el, hogy mehetél a következő évbe, és én meg nagyba eljátszottam, hogy semmit nem tudok, és akkor így hát nem vettek fel a következő évre. Én elértem a célomat, mert mehettem focizni, de emlékszem, azért édesapámék annyira nem örültek ennek. Hát így, amúgy ebben nekem így a nővérem azért nagy szerepet játszik, mert ő zongorázott, ugye akkor én is el akartam kezdeni valamit, gitároztam ugye, tehát az úszás is
ő is hozta haza az érmeket, és nekem az érmek kiskoromban nagyon ilyen meghatározó szempont volt az úszásban, és még talán azt is hozzá lehet tenni, hogy például, hogyha fociban nem tudom, hogy most ilyen érmeket, vagy milyenek, miket, azt, régen ugye érmeket osztottak kiskorunkba. Most is van egyébként, mert én utána pótlás labdarúgó edzőként is dolgozok, és most is megvan az, hogyha nem a Bozsi programon belül, de kisebb kupákon indulsz el gyerekekkel, akkor ugyanúgy lehet érmeket szerezni. Igen, és hogy ugye hozta az az érmeket, és ugye egy versenyről több érmet lehet hazahozni, úgyhogy nekem az még így kifejezetten tetszett, hogy elmentem egy versenyre, és akár érem gyűjteményt tudtam hazahozni. Szóval volt egy ilyen, hogy azok nekem még így pluszba, hogy azok nagyon tetszenek, és kell minél több, úgyhogy... Akkor meg volt a rivalizálás a testvéreddel? Hogy... Rivalizálásnak azért nem nevezném, csak hogy az ő hatására kezdtem el az úszást is, kicsit a zenébe is benne volt. Tehát így próbáltam, már láttam, hogy jó irányba halad ő is, úgyhogy próbáltam úgymond leutánozni. Csak ugye én maradtam az úszásba, ő pedig a 10 évig úszott, ő utána abba hagyta. Úgyhogy így nagyjából ennyi a gyerekkorunkról. És mikor fogalmazódott meg benned, hogy akár ez hivatás is lehet, vagy még több energiát kell belefektetned az úszásba, hogy most már ez akkor profivá is válhat? Hát ugye a szüleim azt elég hamar kijelentették, hogyha ugye én felköltöztem Érdre, ketté vált úgymond a család, és nekem azt már akkor kiskoromban kijelentették, hogy ezt vagy csinálom, vagy nem csinálom. Tehát, hogy vagy tényleg 100%-osan megpróbáljuk, és tehát, hogy mindent feláldozunk, úgymond, de most így nyilván a sulit azt nem hanyagoltam, mert ugyanúgy bejártam, hogy eddig, de hogy ha komolyan veszik az úszást, akkor mehet. Ha viszont azt látják rajtam, hogy nincs kedvem, meg ilyenek, akkor viszont költözünk vissza Siófokra, és akkor valami más lesz, mert nyilván ezt úgy nem lehetett csinálni, hogy én ott elbóckodok, úgymond. És akkor ők meg ugye ketté van ugye osztva a család, ugye pénzügyileg is azért az nem kis, hogy egy másik háztartást kellett vezetni. Úgyhogy ez igazából akkor már benne volt a fejemben, hogy én ezt szeretném minden jobban, tehát mindent meg szeretnék tenni, aztán ugye meglátjuk, hogy mi fog kisülni belőle. Ugye 16-ig nem is nagyon voltak olyan kiemelkedő eredményeim, és talán 2016 volt az első olyan év, amikor az olyan vízválasztó év, hogyha így mondhatjuk, hogy akkor jött meg az első olyan eredmény, amivel már lehetett kezdeni valamit. És mikor volt az a pillanat, amikor hogyan kell elképzelni gyerekként? Mikor kezdődik meg a specializáció? Mikor derülnek ki az úszónemek, hogy melyik számba leszel jó, és akkor arra kezdesz el jobban edzeni? Hát... Én olyan 15-16 évesen kezdtem el. Ugye ez minden edzőnél más, hogy milyen edzést tartanak, és nyilván kiskorban egyáltalán felesleges, hogy egy úszásnemet kihangsúlyozzuk, hogy egy nagyon monoton sporták, hogyha mondjuk azt kiskorban elkezd és csak azt úszhatja, akkor az lehet, hogy hamar vége fog szakadni. Szóval nyilván kiskorban inkább az a lényeg, hogy csak élvezzék, és nincs olyan nagy edzésmunka, mint például most, amit most csinálunk. És hát ugye az edző azért ezt észreveszi, hogy melyik úszásnemek fognak nekiállni. Tehát én oda mentem Zsoltbához, és akkor amellett rögtön így ki is raktuk félre. Tehát látta rajtam, hogy melúszó az nem leszek. És viszont látta, hogy a hát meg a gyors az egész jól megy. A pillangóval voltak bajok, és vannak is, de a hátúszás meg a gyorsúszás az látszott, hogy az azért nem tökéletes, de abból lehet még valami. Úgyhogy szerintem ezt azért kisebb korban is már észre lehet venni, de ami ki fog alakulni, az majd csak így 15-16 évesen szerintem talán az a kor az, amikor már tudja az ember nagyjából, hogy melyik úszásnemeket fogja választani, úgymond, vagy melyik esik úgy, hogy talán többre lehet belőle vinni. Akkor az úszásban is gyerekként ilyen játékosabb edzések vannak, és akkor még nincsen a monotonitása, meg a kilométereken ekkora hangsúly, és minél több szórakozás visznek bele, vagy itt azért nehezebb, mert mivel azért egy monoton sport, és mondjuk akár a labdarúgás, vagy bármilyen labdás játékban sokkal egyszerűbb játékosabb foglalkozásokat tartani. Hát igen, ahogy mondtam, ez ugye ahány egyesület, vagy ahány edző, annyiféle módszer. Én például Siófokon nyilván nekem úgy volt, hogy reggel 6-ra kellett járnom már kiskorom óta, mert ugye csak akkor volt hely, és igen, próbáltuk ezt a minél játékosabb módszert felfogni. Nyilván technikai részt azt gyakoroltuk, hogy ez
jól működjön, tehát hogy volt egy ilyen technikai rész, és nem voltak ezek a... Nyilván, ahogy idősödtem, egyre jobban raktuk bele ezeket az erős edzéseket, akkor csak szombaton volt erős edzés, és akkor ez így növekedett, ugye? De hát ilyen változás, meg ilyen tehát ilyenekkel lehet szerintem kiskorban azért megszeretetni az úszást, hogy mi is, igaz, hogy két pályánk volt, de mondjuk voltunk 80, és akkor a négy ellen úgymond, ugye váltó úszások. De hát, ahogy mondtam, ez ahány egy is lehet annyiféle módszer, lehet, hogy már valaki kiskorba úszhatja az embereket, van, aki még nem. Mennyire maradt meg nagy emlékeny számodra az első junior Európa-bajnokság, vagy világbajnokság, vagy az első érem, amit gyerekként szereztél, hogy vannak ilyen nagy versenyek, nagy pillanatok, amik megmaradtak a karrieredben? Hát a 16-as Európa-bajnokság volt az ifjúsági Európa-bajnokság itt Hódmezővásárhelyen, ahol először sikerült érmet nyernünk, és ez nekem nagyon nagy meglepetés volt. Ugye én nekem az volt az első, ugye itthon voltunk, és ha jól emlékszem, ugye 16-ban volt az olimpia, és ott tudtam volna még szintet is úszni az olimpiára. Igaz, hogy csak B-szintet, de hogy azzal ki tudtam volna menni, szóval az ilyen nagyon úgymond fontos első verseny, ilyen nagy verseny volt. És hát ott az ezüstéremre én megmondom őszintén, hogy talán nem is nagyon számítottam, hogy mix gyorsváltóba értük el az ezüstérmet, pont szerintem a széléről. Úgyhogy az volt az első nagy érem, ugye 17-ben meg ugye egy még nagyobb vízválasztó jött talán, mert ott ugye meg úgymond szortam a jó időket, és ott bekerültem a felnőtt csapatba. Az ilyen eléggé váratlanul jött, mert ugye decemberben úsztam az első 50-en belüli időmet Egerbe, ami már elég jónak számított akkor, és ugye rá 5 hónapra pedig úsztam egy országos csúcsot, és onnantól ugye így beindult ez a vonat, ha lehet így mondani. És nehéz volt egyébként a felnőttek közébe kerülni, más volt az a világ, más gárd edzőistából dolgoztál, meg könnyű volt felvenni a többiekkel a kapcsolatot, fiatalként mennyire volt nehéz betörni a felnőttek közé? Hát nekem szerencsém volt ilyen szempontból, ugye mint 100 gyorsos automatikusan ugye bekerültem a váltóba, és ilyen szempontból viszont egyszerű volt, mert rögtön, ugye, mint én tudtam, hogy kik ők, mármint, hogy követtem őket, de hogy ugye tényleg így belepottyantam, úgymond ebbe a világbajnokságba 2017-be, ugye pár hónappal előtte úsztam a országos bajnokságon, és szerintem mindenkinek könnyebb lenne, ha mondjuk egy váltóval kezdeni egy világversenyt, mert tényleg azért hárman vagytok, először mész be egy olyan kórumba, vagy először mész be egy olyan uszodába, ahol azért ott vannak más nemzetek felnőtt versenyzői, és hát nyilván én is nagyon izgultam, és de ott volt mellettem 3 felnőtt tapasztalt ember, aki meg tudott nyugtatni, és tényleg mondta, hogy őket ki kell zárni, nem velük kell felvenni. Nyilván velük kell felvenni a versenyt, de magadra figyelj, és hogyha mindent megtettél, akkor már csak rajtad múlik. Szóval ott szerintem azért ez egyszerű, mint hogy odaállsz egy egyéni számra, és egyedül bemész egy kórumba, azért ez kicsit ijesztőbb lehet. Mennyire volt neked ijesztő itt az első nagy versenyeken, vagy mennyire volt nehéz felkészülni fejben a versenyekre, meg mennyire jelent a számodra kihívás, vagy tudtad könnyebben, lazábban kezelni az éles szituációkat? Hát 16-ra nagyon megmondom őszintén, annyira nem emlékszem, hogy kezeltem. Nekem soha nem voltak ilyen problémáim, hogy túlizgultam volna egy versenyszámot. Szóval ezeket elég jól kezeltem. Ugye 17-ben álltam először egyénibe döntőbe a rövidpályás Európa, vagy rövidpályás junior Európa bajnokságon Netanyába. Ott volt az első 200 gyors, 100 gyors egyéni számom. Ugye 100 gyorsat sikerült megnyerni, 200 gyorsan ezüstérmes lettem. De azt még mindig nem mondható olyannak, mint egy felnőtt világbajnokság. Ugye ez mégiscsak egy felnőtt mezőny van, ott már akár 35, 38, most van példa 40 feletti úszókra is. Ugye én mint 17 évesen odaálltam, azért az nem volt nem ijesztő. Úgyhogy tényleg így fejben mondhatni úgy, hogy szerencsés vagyok, mert tényleg nem volt, nincs az a túlizgulás, nincs az a olyan stressz, ami már inkább visszafog, hanem inkább az a pozitív
stressz van bennem, ami inkább feldob, mint hogy leszívna. Verseny előtt hogyan szoktál készülni? Van, ami ellazi zenét hallgat, van ilyen procedúra, amit végigcsinálsz, vagy igazából nincsen ilyen beveszokásod? Nem nagyon szoktam. Hát volt, hogy zenét hallgattam, de az egy versenyen volt, hogy nyilván előtte hallgatok zenét, de amikor már megyünk oda, meg ilyen fél órával a verseny előtt már nem nagyon. A buszúton nyilván ilyenkor szoktam zenét hallgatni. Hát bemelegítés után ugye felveszem a dresszt, és utána leszoktam dőlni egy kicsit így, általában masszázságy van ott ugye közelünkbe, és ott ledülök egy 5-10 perc, hogy becsukom, aztán elgondolkozok. Így a úszásról, ami jön, de nagyon más nincsen. Nyilván, amikor már ott vagyunk a kórumban, akkor mindenki más csinál, és mindenki másnak van valami kis bevált módszere. Én igazából nekem nincs ilyen kifejezetten, hogy most oda leülök, és nem tudom. Vannak olyanok, akiknek ilyen egész extra módszerük van, hogy hogyan készülnek fel a versenyre? Hát, szoktál látni ilyen fura dolgokat, hogy nézed, hogy ez érdekes? Nem feltétlenül, de azért biztos hallottad már azt, hogy azért ez már meg lehet nyerni egy versenyt akár a vízparton is. Tehát, hogyha mondjuk, ahogy a Katka mondta, hogy van, amikor már egy versenyt megnyert a kórumba, az azért van, ugye mondjuk vannak ilyen múlt, van, aki felteszi a lábát, lefekszik fülessel, van, aki inkább beszélget, hogy talán egy kicsit ki tudja zökkenteni a másikat a koncentrációból. Úgyhogy ezek mind ány ember annyiféle. Ugye, de én azért nem találkoztam nagyon ilyen emberrel, aki mondjuk oda jön és elkezd velem beszélgetni a virágokról vagy bármiről, hogy tényleg teljesen más témáról. Nyilván azért ott lassan kialakul, hát nem is egy család, de azért egy baráti társaságot a felnőttek körében, mert azért 100 gyorsan, igaz, hogy nagyon sokan vagyunk, de tegyük fel, hogy a legjobb 16 azért az valahogy mindig ott összegyűlik, és ugye kezd azért kialakulni egy ilyen barátság is. Úgyhogy nekem nincs ilyen nagyon-nagyon kifejezetten módszerem, hogy... Akkor ott az úszók között inkább egy ilyen elismerés van egymás között, egymásnak a tisztelete, meg akkor egy ilyen barátság alakul ki a versenytársak között, és nincsen ilyen rivalizálás, utálat, mint mondjuk egy-egy más sportágban az elő szokott fordulni, hogy a legnagyobb riválisok nem annyira szeretik egymást. Hát szerintem ott nálunk nagyon nincsen. Nyilván ezt most így nem tudok kifejezetten mondjuk egy 400 vegyesről nyilatkozni, de nincs ez a, tehát, hogy nem megy oda senki a másikat, hogy ne tudjon koncentrálni. Tehát a tisztelet az megvan mindenkinek, szerintem. Ugye azért egyre több a fiatal ott a 100 gyorsos mezőnyben is, és pont most a Popovicsit tudom mondani, aki az olimpiai döntőbe egyesével oda megy mindenkinek sok szerencsét kívánni. Szóval ilyen apró dolgok. Úgyhogy... Szerintem nincs nagyon így az úszó közösségben. Nyilván vannak azért ilyen, hogy mondjuk kiesik valaki egy századdal a döntőből, valaki ugye pont kiesti, nálunk pont volt egy ilyen, azért mondom. Szóval lehet, hogy, és én ismerem a srácot, és mondhatni azt, hogy jóba vagyunk, mert szoktunk beszélni, meg sokat szoktunk beszélni, amikor versenyen vagyunk. Úgyhogy és pont mindig kicsúszott az olimpiai döntőből, és 9. most is 9. Biztos, hogy nem szeret annyira, mert mindig én voltam ott. Lehet, így igen. Van, mindig ott voltam, én a 8. vagy éppen 7. lettem, pár száz, tehát itt századokról beszélünk, most egy századról. Szóval biztos, hogy van benne ez a frusztráció, de... Hát ugyanúgy beletesz rengeteg munkát, ez az élet, ezért dolgozik, így és van. Mindig egy-egy ilyen, tényleg ilyen ezreddel, századdal így lecsúszni. Van, most pontosan egy századdal, ugye én pont szétúztam, és a döntőjéről pedig egy századdal kicsúszott. Tehát az biztos, hogy bosszantó. Tehát én is ugyanúgy mérgelődnék, hogy most tök jó, hogy tényleg beletettük a munkát, és valaki jött egy századdal jobbat. Tehát ez ilyen nonsens. De hát erre fel kell készülni igazából, főleg itt ilyen mezőnyben, mert egy 200-400 gyorsan azért ez kevésbé fordul elő, mint egy 50-100-an, hogy századok döntenek. Most tartunk egy rövid zenei szünetet, de utána folytatjuk majd a tribün adását. Folytatjuk is a tribün adását, és az lenne a következő kérdésem, hogy volt-e olyan sportoló, úszó, akire példaképként tekintettél? Hát ebben viszont nagyon nagy szerencsém volt. Ugye én feljöttem, és Zsoltbánál kezdtem el úszni, és mai napig ott vagyok. Ugye én úsztam a Kristóffal, és együtt a Milán Kristóffal egy jó pár évet, és utána viszont Zsoltbát elküldték a Érdi Egyesületből, és
ugye ott Milán Kristóf ugye ott maradt Attila bával, Selmeci Attilával, én ugye követtem Zsolt bát, mert én kifejezetten hozzájöttem, szóval mindenképpen menni akartam úgymond utána, és ott voltunk, úsztunk talán azt hiszem egy évet Török Bálinton, és akkor jelentette be Laci, hogy jön hozzánk a Cselaci. Úgyhogy én alapból úgy példaképként néztem rá, és ugye még nagyobbá vált a szemembe így az idők során. És úgymond az egy új korszak volt, amikor átért hozzánk, nem is tudom pontosan, vagy 14 vagy 15 volt, amikor átjött hozzánk. Ugye hát ott megint egy új korszak, ugye alapból egy példakép, meg már szerintem akkor egy legenda volt Laci, úgyhogy mellette vele úszni egy pályán, ugye volt olyan szerencsém, hogy megkaptam, hogy vele úszok egy pályán. Úgyhogy nagyon sokáig edzettünk együtt. Nyilván az elején még én kisebb voltam, és nem nagyon tudtam vele tartani a lépést. Sőt, amikor most a tavaly vagy tavaly előttet nézzük, akkor is voltak olyan napok, amikor egyszerűen elérhetetlen volt, szóval nagyon ment. De ahogy ugye idősödtem is 17-re, már tudtunk úgy edzeni, hogy én úsztam gyorsan ő pillangón. Szóval azok hatalmas élmények voltak. Szerintem most mondhatni azt, hogy minden edzés egy élmény volt, de tényleg bármilyen. Úgymond egy második edző volt számomra. Most nem akarok múlt beszélni, mert most is, mert most is, amikor lejár még néha az úszodába, akkor Zsoldá mellett, amit észrevesz hibát, azt egyből mondja. Szóval azok hatalmas élmény volt vele együtt edzeni és úszni, és hát ugye úgymond velünk hagyta abba a pályafutását, és mi búcsúztattuk ugye el a Duna Arénába is, szóval ez egy ilyen örök élmény lesz nekem. Tudtál tőle tanácsokat kérni? Mennyire volt olyan, hogy ő közel engedett téged, vagy inkább ilyen távolságtartó volt, vagy próbált már hát így nyilván, a karrierje végén figyelni igen, a fiatalokra? Igen, hát ha nem is kértem, akkor mondta. Tehát nagyon odafigyelt ránk, és nem csak rám, de úgy mindenkire. Nyilván az elején azért, mint mindenki szerintem, egy kicsit azért úgy visszahúzódó volt, meg ugye nem egy ő korosztályába csöppent bele, úgyhogy mi is olyanok voltunk, hogy úristen, most akkor hozzászóljunk, hozzámerjünk szólni, tudod, és akkor mindenki így egy kicsit magába volt, hogy akkor mi se szólunk hozzá, ő se szól hozzánk, és akkor minden jó, csak edzünk és boldogok vagyunk. De aztán ugye idősödtünk, és elkezdtünk ugye edzőtáborokba járni, és ugye mondta ő is, hogy mik a hibák, Zsoltbán mellett, ugye például mellett úsztam, és mondjuk együtt fordultunk, és kijött három test hosszá előrébb, akkor mondta, hogy hát ez így nem lesz jó a jövőbe, úgyhogy ezt erőltetni kell. Szóval minden apróságra úgy mond, amire tudott, nyilván arra mondott valamit, és ugye mondhatni kialakult így, ugye én is idősödtem, úgyhogy kialakult egy baráti kötelék, úgymond szerintem köztünk, úgyhogy hát ez meg még egy pozitívum, ugye azért egy példakép a baráti viszonyba akár ráírni, hogy vagy, vagy ilyesmi, úgyhogy ez tényleg ez mai napig ilyen élmény. Akkor ilyen gyerekkori álomként valósult meg. Hát igen, mondhatjuk. Igen. És volt olyan, hogy például edzésen meg akartad neki mutatni, vagy akár az első pár edzésen, amikor ott volt melletted a Cselaci, hogy most megmutatom neki, hogy mire is vagyok képes, vagy egy kicsit túlpörgetted magad edzésen, vagy volt egy ilyen plusz bizonyítási vágy, vagy azért ennyire nem hát azért, gondoltál vele? De volt nyilván. Meg ahogy mondtam, ugye az elején azért bármennyire próbáltam, nem nagyon sikerült. Ugye én akkor ilyen nem is tudom, 15 éves lehettem, tehát ott úszhattam akárhogyan, az nem nagyon ment, hogy vele tudjam tartani a lépést, de hát nyilván ilyenkor azért csapattársak azért vannak, hogy versenyezzünk velük, tehát nyilván volt ilyen, hogy megmérettettük magunkat egymás ellen, és hogy ki a gyorsabb, úgyhogy nyilván azért bennem is volt, hogy akkor most megmutatom neki, és mondjuk az utcsó 200-at, azt egy kicsit jobban megtanulom, és nézzük, mire képes, ez így már a vége fele. De hát nem nagyon sokszor, nem nagyon volt olyan, hogy vagy ne egyszerre érjünk be, vagy ne előbb, szóval ő előbb nyilván. Úgyhogy nem volt egyszerű dolgom, hogy egy kicsit felé kerekedjek, ami ugye így eredményügyileg nagyon nem is lehet. Mert tényleg szerintem emberileg és tehát sportolóilag is és egy hatalmas példakép szerintem mindenki számára. Az meg, hogy ezt mind ugye 30 felett csinálta majdnem, ugye világbajnok lett meg minden, az meg még egy hatalmas plusz neki, mert tehát
azért, ahogy mondtam én is, ez egy nagyon monoton sportág, és neki a szeretete az úszáshoz az, ami elképesztő, és azt is csak tanulni lehet tőle. Abszolút, ő egy olyan karakter, akire példaképként tekintett, meg nagyon sok fiatal sportoló, mert mi magyarok is büszkék lehetünk. Hát tényleg ő mindenre, amikor volt olyan, hogy Zsolt Bálának volt egy szakadás a térdében, és nem tudott velünk eljönni edzőtáborba, akkor mondhatni mindenkinek az apja volt ott az edzőtáborban, tehát, hogy megitted a fehérjét, megcsináltad ezt, bevetted ezt, bevetted a vitaminokat, vagy bármit, tehát mindenre próbált odafigyelni. Wow. Úgyhogy tényleg, tehát le a kalapát, amit végigcsinált még most is. Hát az első olimpiádon, Tokióban, három számban is ott lehettél 100 méter, meg 200 méter gyorsan, meg a 400 méteres váltóban is ott tudtál lenni a magyar csapatban. Milyen élmény volt számodra az első olimpia? Mennyire vittél magának az eseménynek a varázsa? Mert volt itt szerencsénk több sportolóval is beszélgetni itt a tribünben, és azért a legtöbb olimpikon elmondta, hogy az első olimpiáján maga az esemény nagyon elvitte őt, és ki akart menni minél több eseményt megnézni, minél több versenyszámot, és nagyon nehéz volt az adott feladatra koncentrálni. Ez neked mennyire volt kihívás? Hát ilyen szempontból nem tudom, hogy ez szerencsés vagy szerencsétlenség, mert ugyanúgy nem mehettünk ki semmire. Tehát úgymond ugye a Covid miatt... Nézők se voltak, és nem tudtunk kimenni esetleg egy vízilabdára, vagy egy... vagy egy, nem is tudom, tök mindegy, egy ilyen műugrásra, vagy bármire mondjuk arra pont, én nem, annyira nem mondjuk. De tegyük fel bármilyen másik sportágra. Igen. Tehát ilyen szempontból csak úgymond arra fókuszáltunk, ami a mi sportágunk. Úgyhogy ugye mindig azt mondják, hogy van egy világbajnokság, van egy Európa-bajnokság, de az olimpia az egy hatalmas stressz, és az teljesen más, mint ezek. Hiába, ha mondhatni, hogy világbajnokságra megyünk, mert ugye ugyanaz lesz a mezőny, ugyanazok az emberek, de mégis más. Hát négy évente van. És négy évente van, és még nagyobb tétje van, ugye még nagyobb elismerést kap az ember egy ilyen után. Szóval viszont másrésztről meg ugye bennem volt az, hogy ugye nem lesznek nézők, és én nem vagyok az izgulós típus, meg tehát ami így be volt harangozva, hogy milyen félelmetes lesz az első olimpia, azt én nagyon nem éreztem át, és tehát úgy ki tudtam zárni mindent ugyanúgy, mint az eddigi versenyeken, akár vagy egy Európa-bajnokságon, vagy egy világbajnokságon lennénk, ugyanúgy tudtam mindenre koncentrálni, és nem volt semmilyen, hogy úristen, most olimpián vagyunk, és akkor van egy dobásom. Hát és, igen, mert ott a elmúlt éveknek a teljesítmény. És utána négy évig ugye megint várnom kell, hogy azt a dobást bemutassam. Úgyhogy nem volt, hála Istennek, ilyennel nekem probléma. Nyilván szerintem más lett volna, hogyha az úszoda tele van, és közben azért el tudunk menni, megnézni egy vízilabdát, vagy tényleg egy távolugrást, akármit, bármit. Szóval ilyen szempontból ezt elég jól kezeltem én. Hát igen, mert ott dolgozol négy évig, meg van egy adott évnek egy a ciklikussága, meg a formaidőzítés, és ott abban az egy percben kell teljesítened, és a média, meg a közönség hát azt az egy percben nyújtott teljesítmény alapján értékeli az egész évedet, meg hogy hogyan dolgoztál és teljesítettél, és olimpián meg négy év múlva tudsz javítani, és hát sportolói karrierben hát 10-15-20 évig tud magas szinten úszni az ember, vagy, és talán egy vagy két olyan olimpia van, amikor tényleg a csúcson vagy, és akkor tudsz a legtöbbet nyújtani, úgyhogy talán emiatt szokott nagyon stresszes lenni az olimpia, mert van összesen egy-két percet az életes során megmutatni a nagy dolgokat, de akkor itt nem, ezt mind ki tudta zárni, és mivel nem volt meg a maga a hangulat, így akkor így nem is volt meg az olimpiai feeling magákkor az úszáskor? Igen, mondhatni, hogy annyira nem volt. Már ugye az előtte való Európa-bajnokságon se lehettek ugye kint nézők, és már ott megéreztem azt a annyira nem izgulok érzést, tehát hogy nem azt mondom, hogy úgy állok oda, hogy most akkor úszunk, hanem nyilván meg volt teljes motivációval odaálltam, de hogy nem volt bennem az a, mint például most a világbajnokságon lejoltam, egy kicsit remegett a lábam, ugye ott nyilván itthon más azért teljesen, de hogy volt olyan, hogy tehát lefagyott az egyik lábujjam, és alig éreztem. Tehát azok az érzések úgy kimaradtak az olimpiáról, úgyhogy amilyen félelmetes volt, olyan, nem azt mondom, hogy könnyű volt, de
ilyen stressz ügyileg könnyebb volt, hogy nem voltak nézők szerintem, és nem mondhatjuk csonka olimpiának, mert minden nemzet ott volt, úgyhogy csak hát néző ügyileg viszont annak mondhatjuk. Hát igen, biztos egy speciális felkészülés igényelt az olimpia, és nagy kontraszt lehetett az idei budapesti vides világbajnoksággal, egészen elképesztő hangulatban versenyezhetetek. Az milyen élmény volt itt magyar nézők előtt úszni, meg a víz alatt is hallottátok a szurkolást, meg tényleg ez ilyen páratlan élmény volt, vagy azért más úszodákban is van ilyen hangulat? Hát azért ilyen hangulat nincs, azért ha otthon vagy, azt szerintem az mindig más, mint hogyha elmennél mondjuk egy Fukuokába. Úgyhogy ezt a 17-ben már átéltük, ugye akkor ki volt bővítve a Duna Arena, és több időjünk volt felkészülni. Úgyhogy az hatalmas élmény a 17-es, illetve a mostani. Hát talán a mostani szétúszásomat mondanám a egész sportkarrierem legnagyobb élményének. Szóval ott, amikor kimentem, és ugye ott egy az egyben úsztunk ugye az olasz sráccal, és a döntőért ment ugye a 100 gyors, akkor ott már a kórumba ott ugye készülöttünk, ugye csak ketten voltunk, tehát az is egy ilyen mentális csata volt már alapból. Beszélgettetek, vagy nem? Na, hát ott mondtam neki, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy ezt le kell úszni még egyszer, és nagyjából, hogy sok sikert, és akkor mondta, hogy sok sikert, és így ennyi. Utána volt még egy fél óránk, azt meg már teljesen mindenki saját magára koncentrált. De hát ott, amikor már ott álltunk, és hogy megyünk befele, és elkezdték a nevemet a közönség mindenki, hogy Nandi, akkor már szerintem ott egy kicsit nyertünk. Ezt úgy mondom, hogy tehát ott a közönséggel nyertünk. Hát meg országos csúcsot is. És ugye utána úsztam egy országos csúcsot, szóval tényleg az, amikor ott voltam, nem tudom, hogy mennyi ember, de tényleg csak nekem és mindenki a nevemet mondta, tehát ott az biztos, hogy a srácnak se volt egy jó érzés, hogy egy kicsit azért ott megijedt szerintem. Hát azért mondtam, hogy hazai pálya volt. Így van, ez egy hazai pályán, búzott győzelem volt, és hát az országos csúcs az meg már csak abba tortán volt. De ilyenkor a szétúszásnál az ellenfeledre figyelsz, vagy ugyanúgy az idővel versenyzel, vagy itt tényleg az van, hogy akkor ez egy párbaj? Hát ez egy párbaj. Tehát én ezt úgy, én kétszer úsztam szét eddig, és a 18-ban volt az első, 200 gyorsan kellett szétúsznom, és ott tudtam, hogy tudok jobb időt úszni, de hát ott voltam végig mellette, és az utolsó 25-ön érett, tehát tudtam, hogy el fogok tudni menni. Úgyhogy ott tényleg úgy voltam vele, hogy csak meg kell nyerni. Szóval az a baj, hogy itt viszont már nem lehet ilyet, hogy csak meg kell nyerni, mert ahogy századok döntöttek azért, hogy bekerüljünk a döntőbe, és pont ugye mind a ketten ugyanazt az időt úsztuk, ugyanúgy dönthetnek századok, szóval itt eszembe se volt az, hogy mondjuk tudtam, hogy 50-es, tehát ő inkább 50-es úszó, úgyhogy ilyen szempontból jobb vagyok, mert azért jobban bírom ezeket szerintem, meg ugye a magyarok átlagosan ezeket a szétúszásokat jobban bírják, és azt hittem, hogy erősebben fog kezdeni, és úgy az volt a tervem, hogy ott kell maradjak vele az első felén, hogy a másik felén meg tudjam verni, és amikor már az első felén vezettem egy kicsit, akkor már egy, nem azt mondom, hogy megnyugodtam, de ott azért már éreztem, hogy ez azért simább lesz, mint vártam. És egyébként mennyit vett ki a szétúszása a döntős teljesítményeből, mert hát így mindenki máshoz szemben egy extrát kellett úszni, és ott azért nem egy ilyen lötyögés volt, hanem abszolút teljesíteni is kellett, meg hát a szintidőd is mutatja, igen, hogy talán életed egyik legjobb úszása volt. Igen, hát a szétúszás ez mindig más, ugye azért beálltok középre ketten, nincs oldal, jobbról hullám, vagy illetve balról, az tök mindegy, sőt, ha előmész, akkor majdnem mondhatni, hogy tiszta vízen úszol. Szóval az teljesen más, mint egy döntő. A döntőt, hát ez kicsit szerencsétlen volt nekem, ugye leesett 75-nél a sapkám, az egyik, kettőbe úszom, és abba úsztam végig a világbajnokságon, és hogy persze, hogy pont akkor. Tehát most... Az ilyenkor kizökkented? Zavart, hogy leesett, vagy ki tudtad zárni, és tudtál tovább menni? Hát most azt mondom, hogy ki tudtam zárni, de az volt a baj, hogy nem úgy esett le, hogy egybe leesett, hanem hogy öt a fordulónál elkezdett lecsúszni, és 75-ig, ugye az 25 méter, ott pedig tehát mindig csúszott lejjebb egy kicsivel, és már úgy voltam vele, hogy na most már azért essen le, vagy nem tudom, mert tényleg ha egybe leesett volna a fordulónál, akkor részre se veszem, de az, hogy egy kicsit csúszott egyfolytában lejjebb, és lejjebb, az egy kicsit, megmondom, hogy idegesítő volt.
így olyan szempontból nem tudom megmondani, biztos, hogy kivett belőlem az úszás, mert ugye meg kellett, az elején úsztam a 100 gyorsot, a verseny program elején, és meg kellett várjam a végét, és még utána nagyon-nagyon sokat kellett ott várni, tehát a megadott időponttal még szerintem egy fél órával ki is csúsztunk, nem tudom, hogy mi történt. Szóval ott voltam, végigvártam az egész versenyt, levezettem, ugye akkor utána megint teljesen oda kellett koncentrálni, utána megint levezetni, szóval úgymond letoltam egy egész napot ott a délutánban, úgyhogy amíg a mások ugye pihentek a döntőre, úgyhogy biztos, hogy valamennyit kivett belőlem, de hát az a baj, hogy ezzel számolni kell. És megmondom őszintén, hogy én teljesen megnyugodtam, amikor holt versenyben lettünk másodikak, mert van egy ilyen szabály, hogyha a futamodban első vagy második vagy, akkor automatikusan tovább jutsz a döntőbe, tök mindegy, hogy mennyit úsznak előtted. Tehát megverhetnek 8-an is, te akkor is ott leszel. Csak hogy ez kiderült, hogy ez a fina világ, fina szabályoknak nem felel meg, hanem ez csak a LEN szabályok, szóval csak Európa bajnokságon van ilyen. Úgyhogy ott egy kicsit ideges voltam, mondom őszintén, mondom, ezt nem hiszem, elmondom. 48-on belül úsztam, azért egy világbajnokságon ugye nem volt Dressel, nem volt Chalmers. Úgyhogy mondom, ezt nem hiszem, hogy ezzel nem tudok bekerülni a döntőbe. És akkor még jött a hír, hogy akkor mégis szétúszás, mert Zsolt Bá is úgy tudta először, hogy nem kell, hogy... Úgyhogy én is mondtam, hogy tök jó, hogy nem tudom, miért írták oda a kérdőjelet, mert én úgy tudom, hogy és akkor mondták, hogy nem. Akkor másfél óra múlva szépen fel kell állni még egy 100 gyorsra. Úgyhogy ott volt a bosszantó volt, de össze tudtam magam fejbeszedni, hogy aztán ott tudjak lenni a döntőben. A döntőben mennyire volt elégedett, vagy ki tudtad úszni ott a legjobbadat? Vagy hát itt mesélted, hogy azért voltak nehezítő körülmények, igen, és ez akár közre is játszott az idődben, hogy maradtak a benne egy picit. Hát biztos, hogy maradt a sapkában is, maradt. Nem azt mondom, hogy tizedek is, hogy megnyertem volna, de szerintem azért ott maradtak a századok, és az a baj, hogy itt ugye bármi század, akár helyezéseket is érhet. Úgyhogy az eléggé bosszantó volt. Nyilván bennem volt a tegnapi úszás, de hát annyit úsztam, amennyit tudtam minden körülmények ellenére, tehát abban nem volt több. És nyilván utólag bosszantó, hogy azzal az idővel, amit tegnap úsztam volna, bronzérmes lehettem volna. Tehát ez mindenkinek úgymond, szerintem bárki állt volna, ott bosszantó lett volna. Abszolút. De hát ez ilyen sajnos, tehát az, hogy megúsz kétszer ugyanazt az időt, főleg úgy, hogy plusz egyet úszol, azért az elég nehéz, és hát most nem jött össze, reméljük, hogy legközelebb összefog. Hát igen, meg azért világbajnokság gyakrabban van, mint olimpia, meg hamarosan lesz Európa-bajnokság is. Itt az Európa-bajnokságon milyen célt fogalmazol meg, vagy mi az, ami, milyen számokban indulsz el, és milyen eredményeket tűzöl ki magadnak? Hát a számokat még pontosan nem tudom. Most elég erősen gondolkozunk, hogy a 200 gyorsot hagyjuk egyelőre békén, és csak a 100 gyors, illetve a váltók. Hát mindegyik számban azért elég jó esélyem van az éremre, és azért most már szeretnék egy érmet nyerni Európa-bajnokságon. Ugye rögtön a 4x200 gyorsváltó lesz az első nap, amivel már akár be is rúghatjuk az ajtót, és akár mi lehet ott tényleg 1-től 8. helyezésig. Nyilván egyszer be kell kerülni, nem szabad kiugrani, meg vannak itt még azért dolgok, de hogyha ott tudnánk egy érmet szerezni a fiúkkal, akkor szerintem megadnánk az alaphangulatot, és onnantól azért lehetne úgymond kaszálni. Ja, egy ilyen első érem megszerzésére a nagyoknál, az adna egy ilyen békét, meg nyugvást a későbbiekre is? Hát szerintem igen, mert úgy állnék azért oda, hogy van azért egy érmem, és még motiváltabb lennék. Illetve, tehát azért egy éremmel kezdeni az első nap, akkor már úgy megnyugszik az ember, hogy akkor mehetünk tovább, és jöhet egy 100 gyors, amire azért még motiváltabban fogok odaállni, mert egy ma váltóval mondjuk elérünk egy érmet, akkor tudjuk, hogy ott vagyunk az élmezőnybe. És ugye a váltóban nagyon sok minden kiderül, azért már alapból egy forma kiderül, hogy hát a váltóval ugye itt nincs spórolás, tehát ott mindenki kiad magából mindent, és ott már lehet látni az időket, hogy ő nincs olyan formában, és te is látod magadon, hogy húha, ez most, hogyha ilyen lesz, akkor nem biztos, hogy jól fog sikerülni, de ha viszont egy olyan időt úszol, akkor már még motiváltabb leszel, úgyhogy én az első nap a világbajnokságon ugye 48-on belül tudtam úszni, úgyhogy tudtam, hogy a 100 gyorsan nem lesz probléma,
és ugye ott tizedekkel csúsztunk le a dobogóról, ami nyilván bosszantó volt, de hát ez így sikerült, ugye ott egy kicsit fejben nem is, a másnap reggel kezdődött a 200 gyors, és ott fejben nem is tudtam nagyon összeszedni magamat, ezért kicsit bennem volt ez a tegnapi úgymond csalódottság, de a 100 gyorsra sikerült összeszedni magamat, úgyhogy jó lenne egy éremmel kezdeni már az Európa-bajnokságot. Hát szurkulunk, hogy mindenképpen így alakuljon. Európa-bajnokság és világbajnokság után, vagy akár egy olimpia után, mekkora szerepet kap a család és a pihenés, mennyit úszol, vagy teljesen elengeded, és van egy pár hét, pár nap pihenés, hogyan néz ki egy regenerációs időszak? Hát ez most mindenkinek új, hogy világbajnokság, Európa-bajnokság egy évben, úgyhogy kicsit az a 2020-as év így felborított mindent, sőt 24-ig fel is lesz borítva minden, szóval nyilván kapunk 2-3 hét, ez a minimum, amit általában szoktunk kapni, inkább a 3, mert kisajtoljuk általában, hogy ez a 3 hét, ez kell nekünk. És ugye nyilván most azért szeptember elején és nem augusztus elején lesz ez a pihenő, azért ott már nem mondható annyira nyárnak, hogy lemen mindenki Balcsira, ugye, és ott van, de nyilván ilyenkor azért több szerepet kap az, hogy otthon legyek Siófokon, de azt nem mondhatom, hogy teljesen leállok inkább úgy mondom, hogy a sportot nem hanyagolom el, mert az úszással azért leállok szinte teljesen, de ott van az a, ugye én balatoni gyerek vagyok, tehát nekem a wakeboard, strandröpi, kosár, ilyenek, tehát aktív pihenésnek mondanám inkább. Hogyan néz ki egyébként egy felkészülési időszak profi úszóként? Hánykor keltek, napi hány edzés van? Mert hát ez egy monoton sportág, és szerinted mi az, ami itt igazán számít? A beletett kilométerek, vagy a technikának a kicsisztolása, vagy igenis nagyon fontos a mentális felkészülés, mi az, amire nagy hangsúlyt tetsz? Ugye nekünk úgy van, hogy szeptembertől decemberig van a rövid pályás szezon, ami nekem nagyon nem fekszik, vagyis hát nagyon nem, inkább úgy mondom, hogy kevésbé fekszik, és ugye akkor van a rövidpályás országos bajnokságunk, most nekem például egy kifejezetten új módszert találtunk ki Zsolt Bával, hogy egy kicsit pihentessük a gyorsot, ugye szerintem 2015 óta mindig gyorsozok, szerintem most félre fogjuk egy kicsit tenni, és ebbe a fél évbe átváltjuk a hátra. Szóval, ha úgy nézzük január óta, ugye mi januártól készülünk fel erre egy világbajnokságra, szóval mi januárban elkezdtük a felkészülést, akkor van nekünk egy alapozás része, utána van egy kicsit intenzívebb rész, de még nem megy át sprintbe, inkább az a hosszabb, de azért erősebben kell úszni, tehát ez az erőálló képesség egy kicsit, és ez így eltelik egy ilyen 6-7, és utána pedig egy kicsit növeljük az intenzitást, és veszük vissza a métereket. Szóval, tehát januártól mindig ki van számítva, pontosan nem tudom neked megmondani, hogy hány héttel előtte kezdjük el a felkészülést, de ugye a ciklusokra van osztva. Szóval ugye vannak azok, utána van egy versenyspecifikus, amikor már gyakoroljuk a százakat például, hogy majdnem a csúcs közelbe kell úszni százakon, és hogy ugye 6 darabot kéne kibírni, és hogy meddig bírjuk. Ugye nyilván az elején lehet, hogy csak 2-3 megy, utána pedig, ahogy telnek a hetek, ugye egyre jobban kell menjen, és utána már csak ilyen simítgatások vannak, ilyen, tehát tényleg az utolsó dolgok, amiket veszük vissza, egyre jobban pihenünk, egyre kevesebb a méter, egyre már csak ilyen egyórás edzések lesznek napi egyszer, és hát viszont egy ilyen kemény edzés, vagy kemény hét az úgy néz ki, hogy jelenleg fél hétre megyünk kondizni, és azt olyan 7.45-ig toljuk, utána 8-tól 10-ig úszunk, utána pihenő, és 5-től 7-ig megint úszunk. Szóval így néz ki egy nap, aktív. Így van, ez egy hétfő, egy kedd, a szerdán mai nap csak egy edzésünk volt reggel, úgymond ez egy ilyen könnyebb nap, de hát természetesen erre van berakva az erős edzés, mert ugye délután tudunk pihenni. És utána csütörtök péntek ugye megint teljes nap, és szombaton megint egy, és akkor a vasárnapot kapjuk meg teljes pihenőnek. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál velem a tribünben. Köszönöm. Most pedig búcsúzunk a kedves hallgatóktól, nézőktől, jövő héten ismételten jelentkezünk. Sziasztok!